Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan fiatal emberrel beszélgetek, akit szerintem nagyon-nagyon fiatal kora ellenére senkinek sem kell bemutatni, hiszen már van jó pár videóklipje, szerepel rengeteg darabban az operett, illetve hát természetesen musicalek nagy-nagy darabjaiban, világában. Veréb Tamás, köszöntöm nagy-nagy szeretettel, szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást! Én köszönöm, hogy itt vagy. Adás előtt beszélgettük, ugye voltál nálam a Vörösmarty Rádióban is, és adás előtt beszélgettük azt, hogy én emlékszem rád még 12-13 éves korodból, volt itt Fehérváron a Feke Palék által szervezett musical kurzus, és te ott voltál. És előtte még az előadás előtt felhívták a figyelmem, hogy nézze meg, itt van egy fiatal gyerek, Veréb Tamásnak hívják, olyan tehetséges, annyira jó az a kisrác, hogy abból még lesz valaki, aztán lett is belőle valaki, és akkor innen datálódik mondjuk a pályád nagyjából, itt ekkor döntötted el, hogy akkor én ez leszek mindenképpen? Így van, ez másodjára is nagyon jó volt meghallgatni, igen, nekem nagyon örülök. Így van, részben igen, de természetesen jóval korábban kezdődött, tehát ekkor ilyen 12-13 éves lehettem, amikor volt ez a verseny. És hát azért ez előtte volt, tehát amikor én azt eldöntöttem, körülbelül 9-10 éves voltam, amikor én már tudtam, hogy én valamilyen módon, valamilyen műfajban, de színpadon szeretnék állni, és az már akkor is mindegy volt, hogy ez színházi színpad, vagy könnyűzenei színpad, vagy egy rockzenekarnak az énekeseként, bármi, igazából igen, bármi megfelelt volna, és később körvonalazódott nyilván, hogy mi az, amiben tényleg jól érzem magam, tehát azt ki kellett próbálni mindenfélét. Szüleid mennyire támogattak ebben, mert a szülők ugye úgy vannak a gyerekkel, hogy kisfiam, kislányom, legyen egy biztos munkád, legyél mérnök, tanár, bárki más, és utána pedig jöhet ez az úgymond idézőjelben és a szó jó értelmében vett komédiázás. Meg volt ez, vagy egyből anyukád, egy kisfiam, csináld ezt nyugodtan? Részben megvolt azért a féltés, természetesen. Nyilván rengeteg mindent lehet hallani, tehát mivel ők ugye polgári foglalkozások mind a ketten, illetve a családban sem volt egy olyan közeli tapasztalat sem, aki mondjuk színpadi előadó művészként dolgozott volna, vagy egyáltalán csak a közelében, tehát ilyen jellegű sem volt. Úgyhogy nyilván volt egy egészséges féltés bennük, hogy azért hallani mindenfélét, kisfiam, hát hogy fogsz ebből megélni, igen, nem leszel-e bármilyen tudatmódosítószer függője, stb. Tehát ezek mind megvoltak. Illetve az, hogy ez nem egy biztos szakma. De mi az, ami biztos, ugye? De közben meg mi az, ami biztos? Nyilván én is nyilván ezzel érveltem, hogy mi az, ami biztos. És igazából megbeszéltük, tehát egy óriási beszélgetés, több óriási beszélgetés volt, még egészen fiatal voltam ekkor, és én már akkor is, mivel látták rajtam, hogy én ezt akarom és szeretném csinálni, és kész vagyok energiát és időt fektetni a dologba, ezért ők is eldöntötték, hogy jó, akkor viszont ebben támogatnak, és megbeszéltük, hogy ha kellő munkát fektetek bele, akkor ebből is lehet egy biztos dolgot csinálni, legalább annyira biztos dolgot, mint hogyha mondjuk mérnök lettem volna, vagy bármi egyéb, vagy mondjuk doktor Veréb Tamás, bármilyen doktor természetesen. Igen, ezt mondtad, hogy állatorvos ezzel a az is megfelelt volna szerintem a szüleimnek. Az a helyzet, hogy nagyon támogattak. Azt mindig el szoktam mondani, hogy mi nem voltunk gazdagok régen sem, igazán most sem, és hogy nem volt az soha, hogy miskolci gyerekként, ugye ráadásul ez a hivatás, ez a szakma nyilván leginkább Budapesten tud kiteljesedni. Azon is túl meg nyilván külföldön. És valahogy mégis mindig megoldották. Tehát addig édesanyám is addig böngészett az interneten, meg kérdezősködött, amíg nem talált egy tehetségtámogató programot, többet is, amiből mondjuk valamennyi pénzt juttattak arra, hogy mondjuk az utazási költségre, vagy bármire. És nekünk már az elég volt. Tehát én már mentem ebben az időben, amit említette, 12-13 évesen, én már jártam Budapestre hetente, hétvégenként tanulni, Földesi Margit színi tanodájába jártam, és imádtam, hogy ennyire sokszínű már akkor az életem, és én sok mindennel foglalkozhatok, amellett, hogy nyilván éltem a vidéki, a miskolci tinédzserek átlagos életét, csajoztam, sportoltam, bulizni jártunk a barátaimmal, de nyilván mindig megvolt az, hogy oké, de én ezt akarom csinálni, és ebbe beleteszem a munkát és az energiát. Visszatérvén a diplomához és a biztos szakmához, azért neked van diplomád ugye ezen a területen, azért azt említsük meg mindenképpen. Így van, hát a zeneművészeti diploma, igazából, ha őszinte akarok lenni, ez is édesanyámnak volt az ötlete. Valószínűleg, és nagyon köszönöm neki, mert valószínűleg én már biztos, hogy sokkal hamarabb inkább ott hagytam volna az egészet, hogy mi értelme van ennek, sem nem is akarom csinálni.
De természetesen ezt nem tudja az ember előre, hogy mikor fog jól jönni. Egyelőre azt érzem, és hogyha bárki megkérdezi, mondjuk a nálam fiatalabb generációból is, nagyon sok olyan levelet kapok például, meg felkeresést, hogy hogy nekem ez működik, és hogy bejött, és mégis fiatal vagyok, egész gyerekként, gyerekkoromban elkezdtem, hogy mi van erre tuti recept. És mindig azt mondom, hogy nyilván ez például egy eddig úgymond bevált út, egy jól működő út, amit én végigjártam, de ennek nagyon sokféle verziója van. Tehát nagyon sokszor nem kell ahhoz egyetemet végezni, diplomát szerezni, akár színművészeti egyetemre járni, vagy zeneművészetire. Arról is beszélgettünk, hogy a rádióban, hogy valaki tanul énekelni, valaki nem tanul énekelni. Tehát azért én mindig arra bíztatom a növendékeket, úgymond, a palántákat, akik rám írnak, hogy nyilván azt az utat kell választani, ami nekik a legkézenfekvőbb, de én például abban hiszek, hogyha az ember tényleg áldoz rá, és képzi magát, eljár énektanárhoz, hogyha talál egy olyan énektanárt, akiben bizalma van, énektanár, önmagát is tudja az ember otthon képezni, rengeteg zenét kell hallgatni, mai zenét, régi zenét, és hát nyilván például a Földesi Margit, ha őt említettem, ő például nagyon-nagyon sokat tud adni, még hogyha úgymond nem is egy akreditált képzés, nem ad papírt róla, de mégis én életemben eddig a legtöbbet a színházról tőle tanultam, és felvállalva azt, hogy ez rengeteg utazással és idővel és költséggel jár, de mégis úgy éreztem, hogy ebbe jó lesz investálni, és ebből fogok majd tudni úgymond tanulásokat és minden egyebet, tapasztalatokat kivenni a végén. Mondom, nagyon nagy áttörés volt az életedben, hogy felkerültél az Operett Színházba, azóta viszont ezerrel pörögsz és beindult tényleg a karriered, de ez hogy volt, hogy kerültél oda? Hát addig sem tétlenkedtem természetesen. Persze. Tehát amit most vakeráltam eddig a tanulásról és minden ilyen komoly dologról. Ez kellett hozzá mindenki. Az kellett hozzá, így van. És azért tudom ezt elmondani, mert biztos vagyok benne, hogy anélkül nem sikerült volna. Egyszerűen csak volt egy casting, amire elmentem. Nagyon jól sikerült. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert pont akkor kerestek egy hasonló karaktert, nem csak az Elfújta a szélre, amire ugye a casting volt, az Ashley szerepére, hanem szinte azzal párhuzamosan, már a castingon megkérdezte az akkor igazgató, hogy szeretnék-e Rómeót játszani, és hogy volna-e kedvem eljönni egy olyan castingra. És mondtam, hogy dehogyis, utálom az egészet, nem is akarom. Így van. Ennek az ellenkezője történt. Mondtam neki, hogy természetesen meglátjuk és beszéljünk róla. És aztán ugráltam örömömben nyilván. Úgyhogy sorra hozta az élet a lehetőségeket, aminek nagyon-nagyon örülök most is, és mai napig így van. A pörgés az nem szűnt meg. Nagyon szeretem, bár most örülök neki, hogy egy olyan fejezetbe érkezett el az életem, ahol 24 évesen. Igen, ahol, igen. Éltes korod ellenére. Igen, éltes korom ellenére az előző 6 évet most így egy ilyen teljesen jó értelembe vett ten lezárom, úgymond, és azt a két utat, ami ugye most egymás mellett haladt, eddig a színház és a könnyűzene, most egy picit a könnyűzene oldalára szeretném terelni, és amellett, hogy maradok természetesen a színházban, a színházvilágában, a futó előadásokat, a repertoárlévő előadásokat csinálom továbbra is, de hogy most úgy hozta az élet, hogy sokkal több időm van a saját történetemet elmesélni, úgymond, tehát nem Rómeó és Mozart, meg Quasimodo történetét elmesélni, hanem egy picit a sajátomat, és az pedig csak úgy lehet, hogyha van rá időm, van rá érkezésem, hogy gondolatok tudjanak megszületni, üzenetek tudjanak megszületni, és hát nyilván ezeket dallamokkal összegyúrva saját dalként, videóklippel együtt ki tudjam adni. Így van, beszélünk erről is mindenképpen. Nem olyan régen vendégem volt Szent Martin, illetve fia Norman, ugye, aki szintén ott tevékenykedik, de most többet külföldön, és megkérdeztem tőle, hogy ő milyen zenét hallgat, mint magánember, és meglepődve hallottam, hogy ilyen kőkemény rocker, meg rock zenét hallgat. Te hogy vagy ezzel, musicales, vagy inkább keményebb, vagy tök más műfajt hallgatsz? Mi az, ami kedvenc? Ha őszinte vagyok, én jó ideje nem hallgatok musicalt, nyilván azért, mert az életem nagy részét azt teszi ki. Ami egy furcsa csavar volt az életemben. Régen gyerekként nagyon sokféle zenét hallgattam. Tényleg a rock zenét, volt egy rock korszakom, de igazából egyszerre voltak. Tehát nem volt külön egy hónap rock, egy hónap pop, hanem ez így valahogy egybe volt. Tehát én Katy Perry-től kezdve, tehát egyszerre volt az NPR-mon Katy Perry, Nickelback, AC/DC,
Usher, tehát hogy a legszélesebb skálán, tényleg magyar előadók közül is, a Molnár Ferenc Karameltől, tényleg Gáspár Laci, tehát nagyon sokféle előadó. És aztán volt egy korszak, ugye, amikor kénytelen voltam úgymond a komoly zenével is foglalkozni komolyabban, akkor például rengeteg, főleg Pavarotti előadásában előadott komoly zene és, és áriák is voltak az NPR-on, a telefonomon. Igen. Most pedig egy ilyen őrültek háza van megint, tehát most én mindenfélét hallgatok. Minden. Mióta ugye autóval közlekedtem, azóta inkább lemezek, tehát ott már nincs véletlen lejátszás, hanem lemezekre, CD-lemezekre korlátozódik a dolog, tehát mondjuk egyféle lemezt hallgatok mondjuk, amíg meg nem unom. Igen. Néhányszor körben mondjuk egy Bruno Mars lemez, vagy egy most például a Gályár Bálintól kaptam egy saját lemezét ajándékba, és most azt pörgött végig éppességgel, vagy egy Molnár Ferenc Karamell lemez, vagy bármi. Úgyhogy főleg az R&B világából egyébként, vagy a jazz és még a swing esetleg, ami egy utazáshoz szokott szólni, de bármi, tényleg jöhet bármi. Azok nagyon jók, nagyon szuperek. Visszatérve még a színházhoz, meg nyilván hozzád is, hogy szintén beszéltük a rádióban, így a magánéletedben nem akarok én vájkálni, de azért ugye fiatal ember vagy, jóképű vagy, ismert vagy, azért gondolom a lányok bombáznak, és nem csak az, hogy verset szeretnének veled együtt mondani, hanem nyilván kapsz azért konkrétabb ajánlatokat. Ez biztos. A párod, hogyha van, ez hogy tolerálja, hogy tűri ezt el neked? Egy nagyon-nagyon toleráns párom van, a barátnőm nagyon-nagyon megérti ezt a helyzetet, hiszen ő is előadóként dolgozott sokáig, illetve most pedig táncosként és koreográfusként dolgozik, többek között velem is. Tehát a fellépéseken meg a koncerteken vele is lehet találkozni, mint táncművésszel. Egyébként pedig a nagyobb koncerteknél meg a koreográfus is ő. Úgyhogy hát ilyen szempontból ez, persze lehetne ez pont azt indukálhatná, hogy emiatt mondjuk féltik-e, mert mondjuk szemtanúja is ezeknek úgymond rajongásoknak, de közben pont hogy ellene van ez a dolog, illetve ellene megy ennek a dolognak, és nagyon támogat ő is, tehát még ő szokta mondani, hogy de jó mondjuk ez a fotózás, milyen jól sikerült, majd fú, most a csajok bomlani fognak, és de jó ez a plakát, most például van az egyik újságban egy nagyobb plakát, nagyobb ilyen poszter, egy ilyen poszter fotó rólam, és mondta, hogy fú, hát most biztos a lányoknak ez kint lesz a falán, meg ilyenek, és hogy közösen tudunk ennek örülni. Persze. Így van, és ezek közös sikerek. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, együtt szoktunk álmodozni az ilyen, egyébként a videoklip projektben is úgy tudunk együtt álmodozni ezekről a dolgokról, és például az, ami szintén úgymond bizonyos párkapcsolatokban lehet, hogy problémát okozna, hogy mondjuk a videoklipemnek ki lesz a főszereplőnője, aki ugye most az Éjszakai Járat című új dalomban a Kárpáti Rebeka alakít, a múzsámat úgymond a klipben, vagy a dalban. De ő jó barátod, vele jobban van. Így van, jó barátom, tehát félreértés nincs is. A Szandinak az ötlete volt, barátomnak az ötlete volt, hogy hát figyelj, én úgyse akarok már minden klipbe szerepelni, már hogy ő. Igen. És akkor miért nem kérdezem meg a Rebekát, hogy miért nem kérem fel őt, és ez is sajnos az ő ötlete volt, ez is egy jó ötlet volt. Hogyha nem lenne, anya, akkor végünk lenne. Így van, úgyhogy... Úgyhogy, de együtt szoktunk ezeken agyalni, úgyhogy abszolút nincs helye ilyen féltékenységnek, vagy bármi egyébnek. Éppen, hogy nagyon számítunk egymásra, és ugyanúgy, hogy én igyekszem az ő karrierjét, amiben én nem vagyok érintett, azt párjaként nyilván ugyanúgy támogatni. Úgyhogy ez nagyon jól működik nálunk. Szülők gondolom szintén nagyon büszkék rád, amikor hazamész, megjött a kisfiam, nyilván nagyon büszkén, eddig is persze, de nyilván büszkén mutatkoznak veled Miskolc utcáin, ugye. Mert gondolom, hogy ez az utcára kicsit rátérve, hogy azért egy ismert embernek azért vannak kívások mondjuk egy sima étterembe való mondjuk betéréssel, utcán való mondjuk végigmenéssel. Igen, abszolút van ilyen. Én egyébként sem szoktam. Tehát én általában nem úgy közlekedek az utcán Budapesten sem, hogy hát engem észre kelljen venni, és nagyon sokan ugye úgy... Ez a kihajén nem, igen. Igen, a kihajén nem, és hogy tehát van olyan személyiség, aki nem tehet róla, egyszerűen úgy tud megjelenni, hogy hepp, és akkor a hétköznapokban is mindenki a boltban is őt nézi, még ha nem is közszereplő egyébként. Én ennek valahol, hát nem is az ellenkező, de a kettő között vagyok, tehát úgy azért szeretek a saját kis inkognitomban, magányomban úgy elvegyülni, úgymond a hétköznapi tömegben. Egyébként a tömeget nagyon nem szeretem, de ez nyilván a szerintem, ahogy eddig az tapasztaltam. Ez valahol az előadó művészet és a színpadon levés és a televízióban levéssel együtt jár szerintem. Igen. Tehát én egy koncerten
csak úgy szeretek lenni, hogyha a színpadon vagyok, vagy akkor, hogyha mondjuk ez tényleg egy Justin Timberlake koncert, ahol másképp ugye nem lehet lenni, csak úgy, hogyha 20-30 ezer ember körül veszi az embert. Tehát nem ugrasz a közönség közé, meg nem veted oda magad. Nem, de az is más helyzet. Tehát, hogyha esetleg olyan dolog lenne, akkor én tehát ez egy másik szituáció. Persze, akkor úgymond a színpadról érkezem az, igen, az más, igen. Mint amikor egy ilyen hömpögő tömegben rosszul érzem magam, és ez a lényeg. De alapvetően az utca embere, ezt nagyon sokféleképpen lehet kezelni, ezt a szituációt. Én nagyon szeretek találkozni úgymond a közönségemmel, akiktől mindig pozitív visszajelzéseket kapok, és ahogy említettem is neked, nyilván az, hogy most én egy vidék, úgymond, tehát egy vidéki turnén vagyok, tehát a vidéki kis- és nagyvárosokban rádiózok és tévézek, nyilván ez elengedhetetlenül együtt jár azzal, hogy mondjuk az utcán telefonálgatok, vagy éppen beülünk egy kávéra, vagy valami, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy itt azért egészen másképp működik az, nyilván, hogy a Pesten egy dömping van, tényleg Bruce Willis-től kezdve bárkivel lehet találkozni, de tényleg Pesten is, vagy nem is tudom, kiforgó Ashton Kutcher, meg Mila Kunis, meg ilyen, uh-huh. de egyébként meg Király Viktor, meg Karamell, tehát bárkivel lehet találkozni, uh-huh. nyilván, akik Pesten élnek. És nyilván azért vidéken ez egy szűkebb lehetőséget megengedő dolog. Vidéken csak velünk. maximum. Igen. Ezekkel beérni. És hogy ilyenkor sokkal nagyobb tehát nekem például egy nagy meglepetés az, hogy sokkal többen odajönnek, és, uh-huh. és megnéznek, és fú, azt tesz, igen, az ez is ember, valám. Igen, kérj is, ő is olyat rendelt, fú, ő is ilyen kávét iszik, stb. Tehát, hogy van egy ilyen jelleg, uh-huh. ami engem egyáltalán nem szokott zavarni. Persze. Nyilván ez egy bizonyos határon nem lép túl, meg igyekszem úgy kezelni, hogy ne is lépjen túl egy olyan fajta határon, ami már mondjuk kényelmetlen, de természetesen ezt tudom, hogy együtt jár ezzel a fajta hivatással, ezzel a munkával, ez a munkánk része az, hogy, uh-huh. hogy ha, és őszintén szólva képmutatásnak is érzem azt, amikor valaki mondjuk a tévében elvárja azt, hogy jaj, küldjetek szavazatot, meg szavazzatok rám bizonyos műsorban, akkor hallgassatok meg a dalom, vegyétek meg a jegyet a koncertemre, de hagyjatok békén közben. Hallgassatok a dalomat, szeressetek. Itt vagyok én, Veréb Tomi, nagyon közvetlen vagyok a tévében, és akkor utána kimegyek, és mondjuk az első dolgom az, hogy elküldöm az összes embert, hogy tűnjenek el, mert én megjöttem. Hát ez szörnyű dolog, és én pont abban hiszek, hogy igenis kell, úgymond, de bizonyos keretek között tényleg, de kell kapcsolatot tartani az emberekkel. Egyrészt nagyon jó tanulság, tehát tényleg meg lehet tudni tőlük kendőzetlenül őszintén azt, hogy mit gondolnak az új dalról, mit gondolnak mondjuk az éjszakai járatról, mit gondolnak annak a videoklipjéről, mit gondolnak egy színházi előadásról, vagy éppen csak mondjuk szurkoltak nekem a tévében, és ezt szeretnék elmondani. Igen. És hát ezt az ember nagyon szívesen, 2-3 mondat erejéig nagyon szívesen meghallgatja, megcsinál egy fotót, uh-huh. Esetleg aláír egy fényképet, vagy bármit. Ezeknek a pozitív oldalát kell nézni, mint minden másnak is. Ezek is tudnak feltölteni például két koncert között, mondjuk egy utazás közben, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen helyzeteket is. Sokat dolgozol, mennyire van idő magadra, hogy magaddal foglalkozz? Legyen ez a kicsit elcsépett én időm, nem szeretem ezt a kifejezést, de hogy egy kicsit magaddal legyél, meg hogy elmenjen, uh-huh. tudom, sportolni, vagy tudom én bármi mást, amit szeres csinálni. Mostanában az utóbbi egy-két hónapban is megint nagyon kevés időm volt. Nyáron egy picit lazább volt az életem, ugye ott hétvégente, hát fesztivál szezon közben hétvégente voltak fellépések és koncertek. Ugye televíziós szereplés nem volt nyáron, és a színház is egy vendégszereplésünk volt a Notre-Dame-i toronyőrrel Szegeden, úgyhogy az most annyira nem volt sűrű, viszont most szeptembertől ugye megint beindult a dömping, ugye itt is a színházi évad, a televízió, a fellépések, a rádiós turné, új dal, videoklip. TV műsorban fog szerepelni, ugye most ennek a próbái, nagy így kereskedelmi tévénél. Így van, az is ugye lassan elindul, viszont én nagyon hiszek abban, hogy a sors és az élet mindig úgy alakítja, hogy az embernek ott kell lennie éppen ahol, és azzal kell foglalkozni, amivel. Részben ez az egyik oldala, amiben nagyon hiszek, hogy úgy is úgy alakul, ahogy lennie kell. A másik pedig az, hogy ebben mégis van azért valami döntésünk, van az, amit én például nagyon sokszor megfogalmazom azt, hogy magamban persze nyilván egy, hát nevezheti bárki bárminek, imádságnak, meditációnak, gondolkozásnak, bárminek. Egy picit úgy elmélyülök, és úgy ki is mondok dolgokat, hogy igen, én mondjuk szeretnék mondjuk műsort vezetni a jövőben, vagy szeretnék mondjuk ilyen-olyan szerepet, vagy több saját dalt, vagy mondjuk időt arra, hogy legyen időm gondolkozni a többi saját dalomon, ami majd következik. Úgyhogy most
és nekem ezek valahogy úgy mindig be is válnak. Tehát mindig jönnek azok a sorsszerű történések, hogy kevesebb előadás van a repertoáron, ergo több időm lesz könnyű zenélni, több időm lesz a koncertekre, tévézni, stb. Úgyhogy most éppen ezt élem, az Éjszakai Járat című dalom most, hogy bemutattuk a videóklipjét is. Most ugyan jöhetne egy nyugalmi fázis, de hogy, ahogy említetted, televíziózni fogok megint, és most viszont lesz egy pici időm arra november-decemberben, hogy új dallal jöjjek ki, és azért most már tisztességesen egy 3 havonta ki tudjak hozni egy új dalt, ami régi nagy vágyam volt, úgyhogy bízom benne, hogy minden továbbra is ennyire egyenesen és jó irányban fog haladni az életemben, és hát remélem, hogy a következő ilyen beszélgetésünknél majd egy új dalt hozok megmutatni, vagy egy új projekt kapcsán fogunk beszélgetni. Tehát akkor ezek elmondhatjuk mondjuk a jövőbeli terveid úgy nagyjából. Van valami olyan nagy féltve őrzött vágyad, amit még meg akarsz valósítani a közeljövőben, ami hogyha addig élek, akkor is meg? Természetesen van, nagyon konkrét, amit megtanultam, az, hogy nagyon konkrétan nem szabad fogalmazni, tehát az univerzum, Isten, a sors az általában úgy rendezi a helyzeteket, hogy valahogy megadja azt, amit az ember kér, nem mindig úgy, ahogy mondjuk elterveztem, tehát azt nem tudnám kimondani, és nem is szívesen mondanám, hogy hát én jövő ilyenkor, ezen a napon szeretnék Budapesten az arénában saját koncertet csinálni, hát ez nagyon sok tényezős, ennek nehéz a megvalósítása. Viszont mondjuk az, hogy amit mondtam az előbb, hogy szeretnék műsort vezetni, például akár nagy műsort egy televízióban, egy kereskedelmi tévén, mondjuk egy ilyen nagy show műsort, amikben eddig szerepeltem, arra például nagyon vágyom, azt nagyon szeretném kipróbálni benne magam, úgy ott rengeteget kell beszélni, amit imádok. Jó úgyhogy... beszélj, mondtam, egy hálás alany vagy, mert van, aki helyett nekem el kell mondanom a választ, helyetted nem, ez tökény. De tényleg szeretem az életet. Igen, jó. Illetve ami viszont féltvőzött vágyam, és tényleg úgy, bár ez nem nagyon titkoltam eddig sem, hogy nagyon szeretnék filmben szerepelni, tehát ami volt már rá egyébként lehetőségem, de hogy nagy játékfilmben szerepelni, akár mondjuk a Bruce Willis-szel, akár mondjuk akár egy ilyen nagyobb tévésorozatban, amik ugye most rengeteg ilyen van, ugye magyar gyártású sorozatok. Ez nagyon jók egyébként. Annyira nagyon jók ezek az új magyar vígjátékok, elképesztő. És mi nézzük is bőszen, tehát mi otthon azért nagyon figyeljük ezeket, és hát én mondom, nem is titkolt vágyam, hogy ezekben úgymond felfedezzenek, és ne csak a zenész színházban, hanem kapjak szerepet ilyen, vagy kapjak lehetőséget ilyen szituációban, és aztán lehet, hogy nem az én világom, nyilván ezt ki kell próbálni. Szerintem meg lesz egyébként nyilván. Hát bízom benne, remélem biztos most mindenki benne nézte és hallgatta ezt a riportot, és végre megcsörren a telefon. Igen, akkor te kell lesz. De addig is van dolgom, köszönöm Spielberg szépen. Spielberg majd hív téged. Így van. Tomikám, láttalak, gyere hozzá. Egy tolmács lefordította minden szavat. Egy tolmács lefordította, így van minden. Tomi, köszönöm, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Én is nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.